Dániából jelentkezünk a masszázs világbajnokságról. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy magyarok is képviseltetik magukat. Itt ül velem Dragos, alias Röcsi. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és találkozhattunk veled, és azt szeretném megkérdezni, hogy ti először jársz itt, és hogy milyen kategóriában indultál. Itt először vagyok tényleg, és a freestyle, European Eastern-ban vagyok, és a Time-on vettem részt. Értem, és most már túl vagyunk a túl két, mind a két nap megmérettetésén. Hogy érzed magad, és hogy értékelnéd a teljesítményedet? Nagyon jól volt mostan. Attól függ, hogy kit is mazizolzol, de szerintem akkor vagy profi, hogyha akárki omakadaton van, de jól csinálod a dolgokat, jól végzed a dolgot. Értem, mi motivált abba, hogy részt vegyél a világbajnokságon? Ez egy nagyon jó kérdés, ám régóta mindenki azt mondta, hogy részt kéne vegyek. Az elején nem értettem meg nagyon jól, hogy miért csináljam ezt, vagy mi lenne a motiváció hátam mögött. Utána pedig meg akartam próbálni, és rájöttem, hogy sokat lehet tanulni ebből, és szerintem nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mindig lehet tanulni. Aha, értem. Tehát akkor nem az volt a célod, hogy győzz, hogy valamilyen éremmel menj haza? Nem. Hanem az, hogy tanulj. Igen, és találkoztam olyan emberekkel, akikkel jól megértem magam, és ugyanazt dolgozzuk, de másképp. És akkor igen, ez az exchange, ez nagyon jól, ez a tapasztalat csere nagyon jól megy. Esetleg új barátokra is szertettél, vagy olyan találkoztál olyan masszörrel, ahol volt ilyen wow érzésed, hogy hú, hát őre kíváncsi vagyok, és követni akarom, és tanulni akarok tőle. Igen, persze. De egyébként hány éve masszírozol? Hát megvan a 11-12 éve körülbelül. Hol tanultál, kit tartasz a mentorodnak, vagy a legfontosabb tanárodnak az utadon? A legfontosabb tanárom Temesváról van, és egy elég öreg ember, Leon Tinnentetben-nak hívják, és ő, nem tudom hogy pontosan, hogy honnan, megtanulta ezt a japán stílus és az ázsiai stílusokat, és ott tanultam először is, na szerintem ez nagyon fontos volt, mert másképp indultam onnan. Nem ilyen klasszikus masszázsal, valahogy a matraccal. Máskülönben az ázsiai az engem úgy nagyon vonz, mert én karatézok, és karatéztam mindig. És akkor ez a japán, az ázsiai stílus lent a matracon, közel a földhöz, valahogy ott érzem a legjobban magam. Tehát asztalon nem is masszírozol, jellemzően masszázsot? Masszírozok, de hogyha én választom, akkor a matracot választom. Értem. Miben tartod magad igazán jónak? Mi a te erősséged, mi a te fegyvered vagy? Ugye a masszázsban? Igen, vagy a különlegesség. Hát én már egy olyan, szóval megvan a 11-12 éve, amióta nem tudom, szerintem hátrébb megyek, vagy azt is próbálom megérzeni, nem csak amit kívülről lehet látni, hogy amit igazán csinálok az ember testével, az ízületekkel, az izmokkal. Szóval nem csak, hogy a felületen forgok szépen valahogy. Szerintem ez nagyon fontos, ami alatta van, és amiért dolgozom tulajdonképpen, mert a többi az felületes. És ebből adódik autós kérdés, hogy miért csinálod, mi motivál abban, hogy masszírozz? Nem is indultam ilyen úton, én földrajz angolt végeztem az egyetemen, úgyhogy láttam, hogy az embereknek jót tesz, örvendenek. Tudok valahogy segíteni, ha bár nem úgy érzem, hogy direkt én raktam vissza őket valahogy, de rajtam keresztül történnek dolgok, és akkor na, ez nagyon felhúz valahogy. Ezt tudott a vendégeknek a visszajelzésen? És az, hogy megvan ez a kapcsolat, és közel vagy az emberekhez. Én tulajdonképpen, mikor először masszíroztam a kurzuson, dolgozol és kapsz is, na nekem nagyon komplikált volt, hogy ott üljek, és valaki érintsen mindenhol. Úgyhogy meg kellett tanuljam ezt a részt is valahogy, és szerintem sokszor hiányzik ez, főleg itt Európában. Én nem vagyok nagyon közel így fizikailag az emberekhez. Szóval nagy a különbség. Ázsia, hogy itt legalábbis.
jobban szeretsz adni, mint kapni jól értem? Tehát, hogy igen, igen, így van. Értem. Problémás lehet ez néha. Igen, főleg egy ilyen versenyen, ahol váltakoztok, és igen, igen. Egyszer adsz, egyszer kapsz. Igen. És még ami az ázsiai stílusokat illetéste, gondolom főleg thai-masszázsban vagy erős, és ott van tapasztalatod, hogy mit gondolsz arról, hogy lehet egy Romániában élő magyar legalább olyan jó thai-masszőr, mint egy thai-földön született? Szerintem lehet. Kinek van két keze, nem is tudom, hogy a muszáj két keze legyen, de szerintem akárki, akárki tud. Még két keze van, itt egy kéz-láb is van, akárhogy. Azt tud masszírozni. Egyáltalán az, hogy valaki masszőr lehessen, ez egy olyan tehetség, amivel születni kell, vagy ez egy olyan dolog, ami tanulható? Tanulható, szerintem megvan mindegyikünkben. És már, hogyha megnézzük Ázsiában, hogy én ottan nagyon meglepődtem, hogy mindenki valamit tud, és az elején, amikor ott voltam, azt mondtam, hogy meg kell tanuljam attól a másiktól, akik egyszerűen emberek voltak, nem foglalkoztak úgy profin ezzel. Úgyhogy szerintem itten megvan egy ilyen sáv, ahol igen, néha többet kell tudni, és sokat segít, de egyszerűen is meg lehet csak az a kapcsolat, és az, hogy vigyázunk a közeliekhez. El tudod képzelni magad már más foglalkozásban, mint masször, említett, hogy tanárként indultál, talán masször lettél, hogy ebben az életben szerinted vár rád más foglalkozás, vagy ott most már egy ilyen életre? Hát nem tudom, én szóló úgy hívtás. Sok mindent dolgoztam, és azon kívül a masszázs valahogy megmaradt mindig. Tanítani nagyon szeretek, és masszázst is tanítok máskülönben, és ott is nagyon meglepődtem, hogy nagyon sokat lehet tanulni, abból a szempontból is, amikor tanár vagy. És mindig meglepnek a kurzuson az emberek, hogy valahogy másképp értik a dolgokat, és másképp csinálják, mint ahogy, nem tudom, ahogy megvan a standard. Kívánok neked sok, további sok sikert. Az esti eredmény hirdetésen örülni fogok, hogyha ha kiemelnek téged, és annak is nagyon örülni fogok, hogyha elindíthatunk téged egy masszázs workshopra, hogy amit a sok év alatt megtanultál, ezt nálunk is tudja tovább kamatoztatni és tanítani, és tanulhassanak tőled. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.